Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, szép estét kívánok! Újra itt vagyok, és megnézzünk egy olyan játékot, amit már régóta meg szeretnék nézni, csak valamiért mindig elmaradt. Ez pedig a White Rule Learn nevű, hát ilyen programozós, tanulós játék. Kíváncsian várom. Állítólag nagyon kreatív és nagyon érdekes. Hát ezt fogjuk most kipróbálni. Oké. Sziasztok, szép estét. Kezdjük a hidratálással, mert hát... Ugye, ha valami fontos, akkor az ez. Jó. Na, úgyhogy akkor indítsuk is el. De fogalmam sincs, amúgy nem néztem semmit a játékról, csak egy rövid leírást találtam, hogy miről is szól. Én nagyon kíváncsi vagyok. A Brexit engedélyezett, mármint olyan értelemben, hogy segítsetek, hogyha elakadnék. Nem hangos. Kicsit halkítok rajta. Oké, most már elvileg látjátok is. Oké, jó. Na, ha jól látom, ez magyar. Mármint, hogy van magyar nyelv, de azért benézek. Aha. Magyar közösség 59%-a. Ez furcsa. Na mindegy, ez nem tudom pontosan, mit jelent ez a százalék, de mindegy. Fura, a magyar patesz. Meg hangos is. Zenét lehalkítom. Akkor nem magyarul legyen patesz? Ja, hogy a fordítás. Ja, hogy közösségi fordítás 59%-os. Ja, látom, nem is van, nincs is minden lefordítva. Hát akkor... Majd, ha valamit nem értetek, akkor szóljatok, és akkor legalább együtt nem értjük. Jó. Hát a tutoriál menjen. Colorblind mod nem kell, Visual Impaired mod nem kell. Random Deem nem kell. Jó. Oké, és akkor ebből vissza. Education Achievement. Hát gondolom simán indítsak egy New Game-et, aztán kész. Menjen. Choose checkpoint, tutorial. Oké. Ahhoz, hogy programozókká válhassunk, mesteri szintre kell fejlesztenünk a számítógép bekapcsolását. Hát amúgy ez kétségtelen. Press and hold the flashing triangle and drag to connect the PC outlet to the screen. Oké, tehát ezt húzzam oda. Nagyon jó. Oké, tehát most bedugtuk a konnektorba a számítógépet. Mit kell rádugni a számítógépre? Hát egy monitort, meg egy billentyűt. Power. És az XP háttér. Mindenképp. Computer is on, one more step to be a programmer, és ez az egy lépés, körülbelül olyan 15 évnyi masszív tanulás. Nem viccek. Na igen. Kávé. Az fontos. És jön a macska, és ő kijavítja a bugot. Egy programozó macska. És le is buildelt. Nagyon jó. Oké. Okay.
Nem érti, hogy mint mond a macska. Ezzel lehet őket a legjobban összezavarni, ha visszanyávogsz. Get speech recognition to do list. Get overflow. Oké. Okay. Tehát szeretné készíteni egy Cat Speech Recognition programot, és az első dolog, amire rákérdez, hogy, tehát az első dolog, hogy googlizzunk rá Cat Overflow-n. Oké. Okay. Mi legyen a nevünk? Mondjuk Aladár. Hogyan ismerjük fel az állatokat? Igen, és most dobtunk egy posztot a Cat Overflow-n. Jó, tehát bedobja a problémát, hogy hát jó lenne, hogyha megérteném a macskát. És hogy nem vagyok őrült, anyukám is megmondta, hogy minden rendben. Nyomjunk egy F5-öt? Oké. Okay. Ja, igen, ráfrissítünk az oldalra, hogy jött a válasz. Oké, okay, tehát az első lépés az az, hogy készítsünk egy olyan eszközt, ami egy macskát képes detektálni. Tehát azt felismeri, hogy a képen vagy a video sounds, vagy akármin, egy macska van. Hát ez már önmagában is egy jó probléma. Oké, okay, tehát azt mondja, hogy itt talált valamilyen expert, tehát ilyen szakértői rendszert, amely állatok detektálására alkalmas, és hát chatbotok írására kilátott már ilyet. Én Deep News a újságnak a címe, vagy a neve. Oké, okay, és küld majd egy pár másolatot. Oké, okay. Na. Tehát akkor már adott a probléma. Jó, itt a workspace. Jó, tehát itt fogunk tudni programozni. Azt mondja, hogy Dragon Expert System Node from the list on the right. Oké, okay, tehát van egy ilyen nódunk, ezt most behúzzuk ide. Ó, oh, és akkor ezt kell összekötögetni. Oké. Okay. Hát ezt itt most szépen bekötjük. Jó, tehát itt van egy inputunk a kameráról, ezt rákötjük erre a expert systemre. Most ez legyen egyelőre egy valami black box. Aha. Tehát itt, hát na mindig ezt most bekötöm ide, ezt meglátjuk, hogy mi lesz. Click test run. Uh-huh. Oh, oké, okay, egy sima elágazás. Tehát ha piros érkezik, azt elirányítja ugye fölfele, ha kék, akkor az, vagy ha nem piros, akkor lefele. Mondom, ez az ELSZ, ez ezt jelenteni. Oké, okay, run complete, final result, time spent, nodes used. Oké. Okay. Jó, és akkor ez most mit fog nekünk adni? Azt mondja, hogy hát kipróbáltam ezt, de nem sok értelme van. Én kockák mennek balról jobbra. Nem is értem, hogy mi ez a nagy felhajtás itt a machine learning, tehát a gépi tanulás körül. Srácok, te amúgy tényleg dolgozni is szoktatok? Igen, már beszól. Ezt úgy hívjuk, hogy vizuális programozás. Kedves barátom.
Igen, oké. Jó, hát tulajdonképpen ennyi, hogy ilyen bemeneti adatot elemez, mondjuk egy kameráról, vagy bármi másról, és megnézi, hogy macska van-e rajta, vagy sem. És nem csak ennyi a gépi tanulás. It will get hardcore soon enough, very soon, ezt már most mondom. Oké. Jó, hát az látszik, hogy még nem vagyunk jó benne. Mikor kezdhetem el építeni a macska fordítómat? Igen. Oké. Jó, ne szaladjunk ennyire előre. Még nyilván meg kell tanulnunk. Hát ilyen szabadúszóként dolgozik, és rengeteg ilyen szerződéses meló van. És majd küld állást. Mondjuk szívesen venném. Jó. Oké. Dr. Kóder. Dr. Kóder is megjelent. Egyből lenúboz. Auto help. Oké, jó. Jó, és ez a jelszavunk. Ez teljesen rendben van. Na, lássuk. Hello, Sheriff, sziasztok. Íme a task tree. Jó, ez a progress a játékon belül. Ah, és akkor vannak story questek, meg side questek. Jó, és így az ikonok színei különböző ilyen machine learning típusú dolgokat jelölnek. Oké. Ilyen egyszerű a dolgom. Itt vannak a nyári vizsgáknak az eredményei. Dolgozd fel és jósold meg, hogy kik fognak bekerülni a hallgatók közül az MIT-ra. Easy peasy. Oké, tehát itt vannak ilyen különböző geometriai, tehát különböző alakzatok. Ezek különböző adatot jelölnek, számok, betűk, képeknek a részei, vagy hát igen. Oké, bármiből lehet adat, kétségtelen. És a gépi tanulás az a adatoknak egyfajta rendszerezése és interpretálása. Oké. Kell egy accuracy. Oké. Hát igen, ez fogja nekünk jelölni, hogy minimum mennyi adat kell ahhoz, hogy a task az rendben legyen, tehát hogy teljes legyen a dolog. Oké. Na, és akkor most mit csináljak? Most húzzam be ide megint? Ja, itt ki tudom választani. Oké. Tehát akkor ide kellenek a zöldek, ide meg a kékek. Hát ez nagyon egyszerű, mert ha a zöld, akkor ide jöjjön, egyébként meg ide. Gondolom. Zsír. Release the program to complete the task.
Oké. Okay. Nagyon jó. Kerestem 350... macska dollárt, vagy nem tudom. Ketkes. És 42-be került a Cat Cloud. Mert hogy ezt a cloudba futtattuk, nyilván. Hát hol máshol. Jó. Rendben van. És akkor merre haladunk? Ja, erre főfele haladunk. Oké. Okay. Jó, csak nézem itt a... Aztán almost machine learning. Jó, hát mindegy, menjünk tovább. Errors in database. We have some errors in our questionnaire's data. We can't solve the problem by ourselves. Ah, tehát adatot kell szűrni, mert hogy hibás a... vannak hibák az adatbázisba. Ó, oké, tehát nem csak pénzben, hanem ilyen medálokban is, hát igen. Medals influence your story progression. Our scheme has to meet the respective time and nodes limits. Oké, tehát itt a akkor a másik célfüggvényünk, ami van, az ugye az, hogy minimalizáljuk az időt és a nódok számát. Tehát minél kevesebb nódból, minél gyorsabban megoldjuk, hát majd meglátjuk, mondom, a kettő azért összefügg, annál több ilyen medált kapunk, vagy annál magasabb rangú medált kapunk. És tudjuk javítani. Ez később, tehát nem az, hogy egyszer megcsináljuk, és akkor annyi. Vissza tudunk jönni, javítani rajta. Oké. Okay. Jó, trash can in the game. Oké, okay, tehát van egy ilyen trash canünk, ez a node hát kidob elemeket, gondolom a bemeneti adatból. Hát trash can. Oké, okay. Tehát mindegy, mennyit rakunk le, egynek fog számítani, oké. Okay. Így van, a valós adatbázisokban sok hibás adat van, és a filtering az nagyon fontos. Hát igen, ez amúgy így van. Learn how it works, és akkor itt van egy cikk. Hát ezt most nem nézzük meg szerintem. Oké, okay. Meg Discordon lehet segítséget kérni, hogyha elakadtunk. Oké, okay. Na hát akkor ez megint egyszerű, azt mondja, hogy kell piros és zöld, és van az adathalmazunkban kék. Hát akkor azt csináljuk, hogy ami kék, az bedobjuk a kukába, a többit meg az output streamre, ugye? Ó, és akkor itt van egy futási idő. Tehát, hogy ez az expert system, ugye? This node compares colors, if the color of the element... Oké. Okay. Hát, én nem írja le, de... Gondolom ez az, hogy mennyi idő alatt dönt a... ez a rendszer. Tehát ez a black box mennyi idő alatt ad az inputra outputot. Igen, Patesz, köszi. Oké. Okay. Jó, na hát akkor, és itt 29 másodpercünk van, de hát 30 adatunk van. Na mindegy, teszteljük. Sedit Adrien, sose csináltam ilyet. Oké, okay. Jó,
Na és akkor itt van az arany badge. Vagy medál pontosabban. Occupancy, accuracy. Hát ez minden tökéletes. 56 macska dollárt költöttünk. Hát ennyi. Jó, szerintem ezen nem tudunk javítani. Maradjunk annyiba. Release. Oké, kerestünk 494 pénzt. Bárcsak ilyen egyszerű lenne a valóságban is. És mondjuk eurót keresnénk ennyi alatt, ugye? Ez jó lenne. Jó, rendben van. Oké, jön egy Errors in DB 2. Nézzük. New types of errors made by users. Please update your program. Oké. És akkor itt írja, hogy egyszerű lesz, hogyha használjuk az előző verzióját a kódnak. Ugye code reuse, nagyon fontos. Nézzük. Non-neural artificial intelligence. Oké, tehát a AI előtt... Ja, igen. Nem, a neural network, tehát a neurális hálózatok előtt expert, tehát ilyen expert szisztemeket használtak, ami determinisztikus algoritmus. Hát igen, ez a az, hogy nem sztohasztikus, azt akarná itt jelenteni, ugye az a neurális hálók azok mindig valamelyest sztohasztikusak. Egy példa Eliza, a legelső chatbot. Ezt a korábbi progedjeken nem úgy megnéztük. Elizát azt hiszem Lisp-be volt írva. Lisp-be, ha jól emlékszem. Elizát néztük. Na mindegy. De lehet, hogy eredetileg Adába írták. Hú, ezt már nem tudom. Most ezt utána kell néznem. Jó, oké, de az biztos, hogy régi progedjeken ezt kipróbáltuk, megnéztük. Jó, tehát... determinisztikus algoritmusok voltak, hát tulajdonképpen ezek ilyenek most, amit most csinálgatunk. Jó, costume nodes are special nodes containing your previously designed schemes. Jó, oké, és akkor itt tudom kiválasztani a korábbiakat. És csak simán be tudom húzni a... Ó... És ezt így meg is tudom nézni, hogy ez pontosan mi. Oké. Jó. Nagyon jó. Mi kell nekünk? Piros kell. Tehát, hogy csak piros legyen. Hát... Kell ez most nekünk? Már csak azért, mert... Ezzel egyszerűbb lenne szerintem. Mert... Tehát... Igen, ide csak piros kell, semmi más. Tehát azt csinálom, hogy a pirosat bekötöm ide, minden más mehet a kukába. Ide most a code reuse az nem biztos, hogy olyan jó ötlet. Hát jó, ugyanaz, csak... Hát igen, igen, ugyanaz. Ja. De szerintem ez most itt egyszerűbb. Igen. Mindenképp használnunk kell egy régit. Hát akkor ez legyen. Hát gondolom ez. Igen, muszáj, jó. Jó, hát mindegy, ezzel tanítja meg, hogy muszáj. Tehát, hogy tudjuk használni ezt. Igen, csak itt ugye...
picit több a delay. Azt mondjuk nem látom most, hogy ennek mennyi a delay-je összesen. De lehet, hogy nem is számít amúgy. Ugyanannyi patesz? Aha. Ha nincs trashcan, akkor le sem fut a program? Hú, ezt mindjárt megnézzük. Jó, tökéletes. Az idő is nagyon jó. Oké, kipróbálom. Hát... Ez nem tudom, hogy itt probléma-e. Mindjárt kiderül. Igen. Igen, ez probléma. Itt ez a... Hát igen. Úgyhogy kell a trashcan. De nem baj. Akkor lesz. Sziasztok, szép estét. Azoknak is, akik most érkeztek. Igen, Patess, csak ugye az, hogy ugye egy ilyen rendszerben is lehet több dolog, ugye? És ott már összeadódhatnak a dolgok. Jó, szuper, szuper. Jó, hát akkor ez is megvan. Itt már dőlnek a milliók lassan. Szuper. Ó, és már 13%-nál tartunk a Cat Speech Recognition System felé. Ez pörgünk nagyon. Na, és akkor itt majd lesznek már sidequestek is, de akkor ezt a Decision Tree-t nézzük meg. Oké, hogyan ismerjünk fel egy macskát egy képen? Nagyon egyszerű, ránézünk, ha macska van rajta, akkor bejelöljük, hogy ez egy macska. Oké, tehát expert system nélkül szeretnénk felismerni macskát. Oké. Hát, gondolom működni fog. Azt mondja, hogy próbáljuk ki a döntési fákat. Oké, tehát döntési fa. Ja, igen, itt arra gondol, hogy nem akar megülni a macska egy helybe. Hát ne használjunk ilyeneket. Csak meg kell szépen kérni, és ha ő úgy dönt, hogy megül nyugodtan, akkor meg fog ülni. Jó, na nézzük. Azt mondja, hogy processing time. Different nodes have different processing rates. Oké. És ez a paraméter a hatékonyságra lesz hatással. Oké, a jobb oldali ikonok. Jó, itt van az idő, hogy mennyi időbe telik. Egy elemnek a feldolgozása, oké. Jó. Oké, tehát itt megnézi, hogy a kimenetre milyen színnek kell menni, és akkor olyat fog ráadni. Várja még egyszer.
Jó. If an element's color satisfies both conditions, it goes to random sake. Jó, oké. Tehát a piros biztos erre jön, a kék biztos erre jön, a zöld meg random. Hát az, hogy mi alapján random, az majd persze kiderül. Oké. Valóságban decision trees one of the basic machine learning algorithms, így van. Jó, hát nagyjából igen. Igen. Ilyen döntési fára szerintem amit mi régen Prog 1-en néztünk, az a robotfoci program volt. Az egy igen nagy döntési fa volt. Ilyen ágens alapú szimulációs környezetben. Hát, most mondanám, hogy a hallgatók szerették, de az egy erős túlzás lenne. Oké. Na, és akkor decision tree. Azt mondja, hogy ide kell piros és zöld. Ide meg zöld és kék. Hát akkor szerintem készen is vagyunk. Csak be kell kötni. Ugye a kérdés az az, hát igen, mert ugye zöld mindkét helyre kell, és akkor az lesz a random tag. Mert ugye ide kell jönnie minden pirosnak, ide minden kéknek. A zöld meg megy random. Na nézzük. Ennyi. Machine learning is easy. Oké. Nagyon jó. Na, nézzük meg egy ilyen sidequestet, mondjuk optimizationre. Oké. Kicseréltük az adatbázis rendszert. Miért csináltok ilyet? Can you update your code one last time? We need it to work faster. Ó, tehát gyorsabbnak kéne lennie. To decrease and increase speed, click a button on the screen or use arrows A and D buttons. Ah, itt tudunk gyorsítani. Space-e meg tudom állítani. Oké. Hát a decision tree biztos gyorsabb lesz, de az ugye az accuracy rovására fog menni. Ez az ennyi, ez érdekes. Na, ezt kipróbálom, hogy ez az ennyi, ez mit csinál. Nem lett elég jó a dolog. Mondjuk 100% lett. Igen, de nem occupancy az annak 8-nak kell lennie. Igen, kidobálta azt is, ami jó. Ami nem mindig olyan nagy probléma, de most ez így nem lett jó. Hát igen. Így az accuracy az tuti nem lesz jó. És itt a 100% azt jelzi, hogy 100%-nak kéne lennie. Low accuracy, igen. Jó, itt akkor megmondja, hogy ez 100%-nak kell lenni, nincs mese, tehát nem mehetünk alá. Jó. Oké, akkor a decision tree az tuti nem lesz jó. Expert system kell.
És akkor itt tudom növelni a... De ez nem látom, hogy mitől lenne gyorsabb. Tehát most a globál időt húztuk föl. Tehát itt az idő is lassabban, vagy ugyanúgy gyorsabban telik. Igen. Hát itt az idő az, ami most a... Értem, Patesz. Oké. Hát... Tudunk ezen most gyorsítani. Mert az a baj, hogy ez... Tehát ez itt akkor az accuracy fog leesni. Hát igen. Lehet, hogy az előszűrni kéne. Hát mondjuk így is. Hát az a lényeg, hogy 8-at be kell ide juttatni. Na nézzük. Igen, és itt torlódás is van. Tökéletes, tökéletes. XRT köszi a tippet. És itt a nodes is 3/4. Accuracy, occupancy. Nagyon jó. Szuper. Csak silver. Na jó, majd visszajövünk. És akkor megjavítjuk. Nézzük meg akkor még ezt a medixet. És akkor megyünk tovább. All organic natural painkillers, tehát fájdalomcsillapítókat gyárt. Oké, tehát a mellékhatások, ugye ez a kitágult pupilla, hasmenés, fizikai és mentális addiction, tehát függőség, amúgy más gond nincs. Oké. Tehát a munkások rossz növényt választanak, amikor szedik a növényeket, mert hogy ugyanolyan néznek ki. Ó, és egy olyan algoritmus szeretnének, ami a szíromnak a színe alapján dönti el, hogy az jó-e vagy sem. Értem. Oké. Tehát 36, 40, 26. Hát ide megint kell majd egy döntési falsztuti. Sok időnk nincsen egyébként. Hát egy ilyen ide akár jöhet is.
Jó, tehát akkor itt megint 100%-os accuracy-k kellenek, tehát ide akkor csak piros és zöld jöhet. Ide csak zöld és kék, és ide is csak piros és zöld. És kettőt nem tudok ide kötni, ugye? Nem. Ha, az csalás lett volna, tudom. Jó. Mondjuk tudok használni két decision tree-t. Gondolom én. Nem. Ide is csak egyet lehet. De mondjuk be tudom egymás után kötni. Az úgy, ha annak van értelme, mert ez eddig oké. Mert ez így ugyanaz, mint az imént is volt. Szerintem ez így tenni is a dolgát jól, de ugye kéne még egy. Hát nem tudom, hogy ennek van értelme. Hogy kéne ezt? Nem, ez így biztos nem lesz jó. Hát meg, hogy ide kell-e expert system. Csak kék és zöld megy le. Hát igen, ez eddig szerintem jó, alapvetően. Úgyhogy ezt hogy kötöm be? Szerintem is patesz itt... Ez lassú, mert nagyon sok adatunk van. De viszont hogy tudok olyat, hogy... Három nódot lehet használni. Aha. Jó, csak ezt... Hát... Így, de ez így nem, ez így szerintem nem lesz jó. Az a baj. Mert... Erre piros sose fog jönni. Itt ki tudom választani a zöldet. Eni per eni? Hát... Mondjuk arra lehet. Azt most hirtelen nem tudom, hogy... Tehát azt mondtad, hogy ready és any. Mert akkor erre jön ready is. És akkor itt meg legyen red meg... Hát akkor blue meg red. Akkor erre jön red meg zöld. Red meg zöld, tehát piros meg zöld. Erre jön minden más, minden, tehát ide piros is tud jönni. És akkor ezt meg kiválogatjuk, hogy kék meg zöld, és piros meg zöld. Próbáljuk ki. Aha.
Hát ez a rész jó. Itt vannak apró problémák. Igen. Közel voltunk, de nem elég jó. Erre kevés adat jött. Mondja, hogy... Hú, várjátok. Ha az elsőben kékre menne a szűrés... Igen, mert mondjuk kékből csak ennyi kell. Na. És akkor ez meg jönne ide. Annyira nem tűnik rossznak ez se. Jó estét, sziasztok! Zöld a felsőbe. Hát igen, meg így akkor a zöld a kevés. Tehát akkor ezt lehet, hogy zöldre kéne. Zöldre. Na várjatok. Na akkor ide jön kék meg zöld, de akkor jönni fog piros is, nem? Az a bajom nekem. Hát mondjuk nem tudom, nem biztos. Igen. Akkor ide inkább pirosakat kéne, mert ide piros ide nem jöhet. Tehát a pirosakat fixen erre küldje el. És akkor ide jöhet kék meg zöld. A pirosokat elküldjük ebbe a decision tree-be, és akkor itt pedig... Hát green vagy red. Ugye kék erre nem fog jönni. De akkor miért nem any és any? Mert ha erre... Na várjatok, belekavarodok most már. Oké, tehát erre jön kék és zöld, erre meg piros és zöld. Akkor az akár jó is lehet. Igen, az adatmennyiség is számít, tehát hogy ide, hát igen, hogy mennyi kell, mondjuk, hát nyomjunk egy tesztet, megnézzük. Hát akár még jó is lehet. És gold. Szuper. Komoly, a három output streamnek a három osztálynak kellene lennie? Hát az csak az, hogy hogyan szórt. Tírozott szét ezeket a kockákat tulajdonképpen. Jó, hát ezt ennél jobbra nem tudjuk megcsinálni, az a helyzet. Kaptam egy Stack Overflow-t. XRT a Kex az Nevermind-nak a botjában van, mármint hogy értsd jól. És Nevermind még nincs itt.
Jó, na, hát ez is megvan. Oké, akkor menjünk tovább. Hát ez az ezüst badge, ez nem szép itt, de majd kijavítjuk. Illuminati Origins. Na, lássuk. Oké. Nagyon jó. Tökéletes. Tehát ilyen ősi kéziratokat és könyveket olvasok, hogy kiderítsem, mi van az Illuminati titkos társaság. Tehát mi a története az Illuminati titkos társaságnak. Nagyon jó. Minden egyes háromszöget fel kell ismernem ezekbe a dokumentumokba, hogy megoldjam a rejtélyt. Tudnánk egy olyan programot készíteni, ami ezt megoldja nekem? Hát hogy ne tudnánk? Jó, és akkor ez egy Sift. Az, mint a régi gyerekjáték, hogy ugye bele kellett tenni a kockákat, köröket, háromszögöket egy ilyen dobozba. Oké, és ez is ilyen if-else-es. Scale invariant feature transform. Hát ennyire nem vagyok öreg, bár nem tudom, hogy ez mennyire új dolog. Non-neural algorithms for detecting features on pictures. Hát elég fontos, maradjunk annyiban. Ma már talán annyira nem, de akit érdekel a cikk, biztos itt van, elolvashatja. Kamli mindenképp. Én mindenképp javasolnám. Jó, na. És akkor itt van három alakzatunk. Kör, kocka, háromszög. És nekünk csak a háromszögek kellenek. I can do that. Mondjuk csak 9 kell, nem lesz jó. Hát, vagy jó lesz? Jó lesz, hogy lenne jó. Jó lesz. Jöhetne több háromszög egymás után, és akkor biztos jó lenne. Jó. Jó, szuper, szuper. Oké is. Na, írtunk egy ifet, 1000 macska euróért. Hát túlárazott szakma ez a data science, én mindig is mondtam. Oké, és már startupot fogunk csinálni. Így van, egy startupnak a CTO, leszünk a CTO-ja, ez a Chief Technological Officer, vagy Technology Officer, sose tudom. Igen. Tehát, hogy gazdagok leszünk, vagy fűbe harapunk. Na jó. Hát, csináljunk egy sidequestet. Lassan már itt vagyunk a jelenbe egyébként. Chicken Escape. Na, lássuk. Chicken Escape Farm. Van egy kis technology farmom. Small technology farm. Igen. Jó. Tehát van egy farmja. Különböző alakú tojások. Különböző típusú tojások. Oké, az nem mindegy. És azt kéne szortírozni. Yeah, all the data about eggs parameters, but we need an algorithm which will work. Oké. Jó, hát valamilyen módon szortírozni kéne a tojást. Mindjárt megnézzük XRT. Oké.
Na, azt mondja, hogy... Tehát 6 darab kell összesen. Két nódot használhatunk. Hát, ez se tűnik olyan bonyolultnak. Hát és reméljük, hogy a compiler az fog nekünk sokat optimalizálni, mert ez így első ránézésre nem túl jó. Na nézzük. Csalás, ez csalás volt. Láttátok, mennyi ideig nem jött háromszög? Ugye, Patesz? Mondom. Bugos, optimalizálatlan, nem is tudom, mit szoktak még mondani. Mindegy, 900 euró, nem olyan rossz. Na, Kambli mondjuk az... Arra én is kíváncsi lennék. De amúgy nem. Tehát nyilván azért van, hogy tehát programozást lehet vele tanulni. Valószínű amúgy ilyen általános iskolában ez szerintem ilyen tök jó. Hát lehet Patesz amúgy, ha újra futtatom, akkor már jó lesz, csak... Na, nézzük meg ezt a... Várjátok... Inbox? Ja, privát, aha. A letter for mom and dad. Igen, the history of expert systems. A Stanford Research Institute. Hát, az is valamilyen harmadik világbeli egyetem. Oké, tehát ez, hogy ezek az expert systemek hogyan alakultak ki. Kitalálta fel a decision tree-t. Na, az érdekes. Hovland and Hunt a késői 50-es években. Oké, és egy levél anyuta és aputól. A szülők már csak ilyenek. Tehát hiába a financial independency, mindig fognak küldeni pénzt. Jó, tékes, nyilván. Oké, startup, Mama Smith's Pizza Shack. Join a startup. World's first AI-controlled pizza place. Hát kérem szépen, ez mindenképp csábító ajánlat. Egy olyan pizzázó, ami AI controlled. De sajnos, mivel hogy az új begyeink mindig lisztesek, nem nagyon tudunk programozni. Hát, ez szomorú amúgy. Oké, és akkor joinolok, akkor mi történik? Azt mondja, hogy a scheme created while working, a startup does not differ from any other. Oké, tehát itt is tudunk ilyen scheme-eket csinálni, de a startupoknak nincs megoldása.
Tehát vagy jól, vagy rosszul működik. Ah, és a profitunk múlik a minőségén. Oké. Hát nem tűnik olyan nehéznek, tehát a pizzát kell kiválogatni a doboztól. Vagy nem is tudom. Ja nem, hogy vannak kerek, meg szögletes pizzák. És akkor, hogy robotok válogatják ki, hogy melyik legyen az. Oké. Jó, és akkor a robotnak a működését tervezzük meg. Jó, hát az alak alapján szortírozza. Oké, tehát a startup építi a robotot, értem. Oké, és most az emberek jönnek, itt vannak a kliensek, vendégek, millennials, igen, ezek nem nagyon törődnek, hogy mi van a pizzán, csak az alak számít. Oké, figyeljünk a hatékonyságra, egy accuracy, nem tudom, hogy ez hogy van magyarul, accuracy. Hát, pontosság talán. Hogyha a vendég megkapja a pizzát, amit rendelt, akkor kifizetik, és hirdetik az igét, hogy milyen frankó. Hát nyilván megy fel Instára a kép, vagy TikTokra a vidi. Oké. Bár azt lehet, hogy nem mondhatom, mert másik cég. Oké. Igen, hogyha a vendég nem azt kapja, amit kér, akkor nem fog fizetni, és nem fog visszatérni a barátaival. Jó, hát ez nyilván egyértelmű. Igen, és az idő is számít, tehát nem akarnak hosszú sorokba várakozni. Oké. Tehát figyelni kell, hogy az algoritmus gyors legyen. Oké, jó. És hogy mindig változik, és ezt figyelnünk kell. Jó. A Shared Hadria az official terminológiára gondoltam, hogy itt gépi tanulásban az accuracy az mi lehet. Magyarul nem nagyon olvastam erről a könyveket, hát gondolom pontosság, de ez csak egy ilyen educated guess. Jó. Oké, dissection deploys the code to the servers. Készen állok én már erre? Azok az architekteknek a feladata. From this moment the startup will work automatically. Oké, this table is your principal source of it. Oké, itt vannak a startupukra az infók. Na ezt már szeretem. Jó, hát azt szerint, hogy hát vagy kapunk pénzt, vagy nem. Igen. Oké, itt a felhasználók, tehát vendégek. The cash is flowing. Nagyon jó. Oké. The hype icon is green. A startup mindenhol ott van a hírekben. Nagyon jó. Nagyon jó. Jó. Hát gondolom akkor ez ilyen másik szál a tree-hez képest.
Nem, de hogy adjuk el. Jó, oké. Tehát itt a pizzasek. Jó. Oké. És akkor itt van több startup. Rendben van. És akkor ide hogy tudok visszajönni? Ja, eleve itt vagyok. Nem tudom, hogy itt a fickó a fejét fogja, hogy nem megy, vagy így hátradőlt, mert megy. Ugye ezt sose lehet tudni. Ez micsoda? Aha, te tudok venni ilyen cuccokat? És hol van? Ah, itt van. A kis aloe. Nagyon jó. Mi van még itt? Kaktusz. Protects from radiation. Oké. Okay. Banhammer. Hát az most ne, arra most nincs szükség. Fate haircut. Backpropaganda poster. Hát jó. Backpropagationre. Ez valami mobiltelefon, nem ismerem ezt a márkát. Sáv. Jó, hát gondolom lehet vásárolni ilyen dolgokat. Kecskin. Oké, okay, tudunk venni hardvert. 1 megabyte RAM. Rentium. Oké. Okay. Node work speed by 1%, data transfer speed 1%. Oh, oké. Okay. Tamburin, data transfer speed, hát akkor ezek ilyen buffok, gondolom. Serverus 2000. Kell server. Oké, okay. TP Ging. Fú, ez a legújabb 1080K-i. Oké, okay. Hát igen, ezek majd fognak, majd kelleni fognak biztos később. Jó, rendben van. Node. Ó, itt már azért vannak. Vannak elég jó nódok. Oké. Okay. Hát ez meg csak díszítés. Na, menjünk vissza a tree-re. És akkor szerintem itt menjünk tovább. Jó, a pizzasek az pörög. Az pörög. És akkor megyünk a következőre azonnal. Mondja, ezek az ilyen almost machine learningek, ezek a lilák. Igen, hát meg már a perceptron lesz. De akkor nézzük meg ezt. Ennek az epochnak a végére értünk. One of the banners to proceed further in the story. Ez ilyen nehézségi szint akarna lenni? Vagy mindegy, igazából. Story csak. Ah, oké. Okay. Hát mindegy, menjen a Silver. Eliza first chatbot, én a robot, biológia. Oké. Okay. Vettünk valamit. Egy kamerát, meg egy miniatűr mosógépet. Oké. Okay. Dog. Na hát, vettük a macskát és felismerte kutyának, az már tök jó egyébként. Uh-huh. Hát, Eliza nem beszélgetett a macskával. Ez szomorú. Gordon felismeri macskának?
Hát igen. Oké. A civilizáció hajnala. Oké. Recognizing basic cat emotions. Ami az fontos. Erre most volt nemrég is egy tanulmány, ha jól tudom. Valami rémlik. Lehet, hogy nem macskák voltak, hanem kutyák, de... De volt valamilyen, hogy ilyen házi állatoknak az érzelmeit. Tehát, hogy éppen milyen hangulati állapotban van, azt föl lehetett ismerni. Oldalsó sidequestet. Tényleg ez a crowd psychology. Visszatérünk majd, jó? Csak megnézném ezt a perceptront, hogy mit is tud. És akkor utána visszajövünk. Hát Kambri, nyilván, ha Grant van rá, akkor mehet. Oké. Oké. Tehát azt már tudja, hogy fölismerjük, hogy macska van a képen, tehát hogy detektálja a macskát, de jó lenne megmondani, hogy mit érez. Oké. Jó. Hallottunk-e már a perceptronokról? A 60-as években találták ki kézírás felismerésre. Mindenki tudja, hogy bármi, amit a 60-as években találtak föl, az egy szuper dolog. Lávalámpa, rock'n'roll, kettős spirál. Jó, esetleg tudnánk-e macskák helyett kutyákat felismerni? A döntési fa nagyon jól működött az én Plutomra, mármint az övére. Oké, és akkor egy ilyen random forest nódot tudunk most már majd állokkolni. Hatékonyabb. Tehát az erdő hatékonyabb, mint egy fa. Hát igen, a perceptronokról volt szó. Így van, Prog 2-n. Jó, na, error rate. A perceptronok tudnak tanulni és javulni. Elég sok hibát vétenek. Oké, és akkor itt van az error rate jelölve. És itt most már van training mód, ugye már a perceptronoknak az kell. Oké, és ezzel tudjuk csökkenteni a hibát, hát valamelyest. Oké. Na, a játékban, training módban oké, tehát training módban a perceptron hát csökkenti a hibát, és megpróbálja meg jósolni, hogy mi a elemnek az alakja. Tesztrámba csak jósol, oké. Hát igen, ez a Rosenblatt perceptron. Angol betűk felismerése, tehát az angol ABC betűinek a felismerésére jó volt. Hát nem tudom, Kambri, de amúgy az biztos szórakoztató lenne. Ó, Sedit Adria, elmegyek teáért. Meg valami nyugtatót beveszek. Borzalmas szóviccek. Na. Jó. Olyan már van kurzus is. Csak mondanám.
Szóval, hogy matek, integrálok, deriváltak. Hát igen, ezek... Ez, matek nélkül ez nem fog menni, az biztos. Már itt valószínű fog, a valóságban nem. Na nézzük. Azt mondja, hogy Rosenblatt Perceptron. Ó, és rögtön három kimenete van. Oké. Jó. 60% a cél. Hát az nem valami acélos, azért azt be kell látni. Jó, és akkor nyomunk egy training módot. Ja, error rate. Jó, már megjöttem. Azt hittem, hogy accuracy. Mondom, accuracy így megy lefele. Megvárjuk, hogy meddig megy le. Lesz az még jobb is. Ah, ja, egy jelzi is nekem, hogy minimum margin of error. Oké. Jó. Tehát 20% az error rate. Az nekünk jó is lesz, mert 60% accuracy kell. Hát nézzük. Aránylag jó. Oké, szuper. Jó. Mama Smith's Pizza Shack. Hát azért jó sokat költünk Cloudra. Hát de hát ha ennyi, akkor ennyi. Oké. Merre menjünk tovább, nézzük meg ezt a Dairy Products-ot. Jó, nézzük. Igen, XRT, ez a startup volt, a pizzásról jött info. Oh, quality of product by its ingredients. Ez a dairy products, ez jól tudom, hogy tejtermékek? Csak, hogy biztos legyek, nem mondjak hülyeséget. Igen, oké. We have the data, but we need the algorithm. Nézzük. Jó, itt is van egy ilyen perceptronunk, és akkor... érdekes. Két nódot tehetek le. Hát... Tegyünk le egy ilyen multilayer perceptront. A 40% accuracy-t kér. Biztos, hogy ez így jó lesz. Na, gondolkodjunk. Ez szokott segíteni. Ugye, egyet egy helyre tudok csak kötni. Ez kétségtelen. Ennek így nem sok értelme van.
Sedit Adri, meg nem kell aznap, másnap is jöhetsz, és ugyanúgy, tehát ha nem dobod be, nem küldöd el az értesítést, akkor másnap is meg tudom, tehát be tudod írni a chatbe másnap is, nem kell aznap. Na jó, ennek nincs semmi értelme így. Hát esetleg a hibát át tudjuk ide irányítani. Mondjuk így szerintem ez nem lesz elég. Mert... De fura. Kicsit nehezen látható. Mert ugye valamennyit fog hibázni ez a perceptron. És akkor ezek eljönnek ide. Ezek fixen ide jönnek. Próbáljuk ki. Ó, Patesz, köszi. Ez jó gondolat. Hát akkor így csalog. Oké, és akkor ez ide kell jöjjön, ezek pedig ide. Na nézzük. Igen, ez így határozottan nem jó. Igen, csak a hiba megy. Ja, igen, mert ide bármi jöhet. Az occupancy-t növeli. Itt viszont csak a kör növeli az occupancy-t. Jó, oké. Akkor nem értem, miért bonyolítottam ennyire túl. Akkor kell egyáltalán ez? Na most várjatok, most komolyan kérdezem. Tehát simán behúzom ide, ezt meg ide. És túl kell ezen bonyolítani nagyon. Vagy kell ide, hogy jöjjön kör is. Na nézzük, és ezt kipróbálom. Túl jóra tréneltem. Hát lehet. Mert simán van annyi input adatunk, hogy ez megteljen. Hát igen, nem jó lesz az, jó lesz az. Jó lesz az. Csak bronz lett. Ah.
Hát lehetne javítani. Mert így, ugye ide kevese, ez hamarabb megtelik. Igen, itt az időtényező szerintem, ami fontos lehet, de próbáljuk ki. C++ beadandó után? Hát azt gondolom, hogy egy kicsit kellemesebb, mint a C++ beadandó. Nem, így se lesz jó. De persze a kört be kellett volna még kötni. Ugye erre is jöhet kör. Na nézzük. Gyorsítsam fel. Türelmetlenek vagytok. Hát így is bronz. Engedjük el. Majd javítunk rajta. Oké. Tehát ha a high picon sárga, akkor ne számít csak új felhasználókra, nem fogunk tudni növekedni. Oké. Ha szürke, akkor az azt jelenti, hogy elégedett a célközönségünk. You have satisfied your target audience, user starting to leave. Ah, oké. Okay. És akkor ki kell szállni. Oké. Jó, értem. Patesz nem olyan nagy probléma, majd visszatérünk rá, és akkor kijavítjuk. Jó. Hát merre menjünk? Erre vagy text recognition? Azért hamar eljutottunk a lényegig. Erre? Na, lássuk akkor ezt a jó öreg erelt. Oké. Tehát nagyon fontos, hogy a macskáknak nincsenek kezeik, nekik mancsuk van, ezért ők nem tudnak autót vezetni, de ők azt szeretnék, hogy a macskák is tudjanak autót vezetni. Tehát önvezető autót kell építenünk. Dr. Meow Cats. Common person. Na jó, nézzük. Oké. Tehát ez a, ugye, hát most már lassan klasszikusnak mondható megerősítéses tanulás. Oké, tehát az adat kezdetben nincsen specifikálva. Ez
And your task is to recognize it and transmit it to RL agent. Okay. Na lássuk. Okay. Object detection. Gets the unrecognized data on the input and classifies them to either an object or as a road. Oké, okay, tehát ez egy sima osztályozás lesz, hogy vagy objektum, vagy út van a képen, vagy hát az input adaton. Oké, okay, és az object megy a felső szakítba, a road pedig a alsóba. Oké, okay, scale invariant feature transform. Oké. Okay. Tehát ez egy ilyen osztályozás tulajdonképpen. Emcsiv az az én in-game nevem lett. Oké. Okay. Ó, tehát van egy front lidar adatunk, csak ilyen nemes egyszerűséggel. És ezt akkor behúzalózzuk ebbe az object detectionbe. Na, lehet, hogy kihagytam pár lépést itt a tutoriába. De akkor mit kell az RL... Na, itt mi történik? Oké. Okay. Ó, oké, oké. Training model. Jó, tehát itt készítjük el a modellünket. Oké. Okay. Tehát van egy adatunk. Jó, tehát egy modell fogja feldolgozni a bejövő adatot, és az alapján fog valami majd történni. Target average speed. Oké, okay, tehát az a cél, hogy minél magasabb, tehát hogy elérjük ezt a target average speedet, hát ez az 51 mérföld per óra, ez már ijesztően hangzik, de legyen. Jó, és akkor supervised learning. Na, és akkor itt mi tanítjuk meg az AI-t vezetni? Oké, és a... Tehát az autó csak azt látja, ami előtte van. Pontosabban, ami a lidár látó mezejébe van, ez zölden jelzi. Oké, és... Ah! Lelassított, mert értem, oké. Jó, értem, tehát... Jó, és akkor most kattinthatunk a tréningre. És akkor megnézzük, hogy az AI hogyan tudja ezt reprodukálni. Reméljük, hogy biztonságosan vezettem a supervised learning folyamatát. Hát persze. Itt Kelet-Európában mindenki biztonságosan vezet. Na nézzük. Ez gyors volt amúgy. Én nem tudom, hogy mit szarakodnak ennyit az önvezető autó fejlesztők. Ennyi, kész. Jó, teszt. Ha nem elég jó, akkor nyomjuk újra a supervised learninget. Teszt. Hát... Amúgy nem olyan rossz, végül is. Platooningolnak. És még fizettek is érte.
Na jó, próbáljuk meg újra, hát ha jobb lesz. Hát ez a XRT, ez a platooning, a kamionok csinálják ezt. Kimentünk a fenéje meg. Na nézzük. Ja, tréningre nem nyomtunk rá. Na, újra elfelejtettem a tréninget. Se lesz valami jó, de majd mindjárt kitaláljuk. Jó, most nyomunk egy tréninget. Amúgy nem olyan rossz. Persze, kis koccanás, hát most... Nincsen bekötve már... Na várjál... mert mit kéne... Oké. Okay. És... oké. Okay. Jó, jó, jó. Jó, azt nem tudtam, hogy ez is kell hozzá. Azt hittem, hogy ez majd ezután jön, de jó. Jó, jó, jó. Így akkor most már oké is. Akkor nyomunk egy tune-t, és akkor megint egy supervised learning. Akkor megint vezetünk egy kicsit. Igen, és itt van a felismerés. Oké, oké, oké. Igen, és ott már jöttek object... hát nem sok mondjuk. Ha, érdekes. Meg az, hogy lassítani nem tudok amúgy. Na, nyomjunk egy tréninget. Oké, na nézzük. Na, ez már sokkal jobb volt. Én ezzel meg is elégszem. Zsír. És kerestünk egy csomó pénzt. A kettkes bankban. Elfogadjuk. Belső sávbélős módszer, MCF, hát igen. Patesz szerintem tök jó. Tehát neki megy és sávot vált. Jó, még nem szállunk ki a startupból, még egy előre jónak néz ki. Oké, és hát az, hogy a self-driving car meglegyen, kell a text recognition, úgyhogy szerintem most az fog következni.
Na lássuk. Oké, tehát ezekkel a perceptronokkal tudunk szövegfelismerés, hát gondolom ez a kézírás felismerés lenne. Vowels from consonants. Ezek az ilyen magánhangzók, mássalhangzók, vagy nyelvtanból mindig szar voltam. Már bocsánat. Magán, mással, oké. Mondjuk azt tudom, hogy melyik a magánhangzó, meg a mássalhangzó, csak azt nem, hogy angol, hogy van, de most már jó. Oké, tehát meg kell különböztetnünk a magánhangzót a mássalhangzótól. Jó. Rosenblatt Perceptron. Az első Frank Rosenblatt találta föl 1957-ben. Mark 1 1960-ban, Mark 1 Perceptron, English Letters by Their Shapes. Tehát betűket ismert föl. Oké, tehát a feladat adott. Tehát kell ide 18 kör és 3 szög, ide meg 30 négyzet és 3 szög. Mondjuk a 75% accuracy az már nem olyan rossz. És egyetlen egy nódot használhatunk. Hát az nem sok. És ugyanannyi az inputunk. Jó, hát akár még működhet is. De egy... Hát, őszintén jobb ötletem most nincsen. Na, próbáljuk ki. Azt hittem, hogy nehezebb lesz. Jó. És elég jó. Accuracy-nk is van. Időbe is vagyunk. Gold badge-et kaptunk, vagy medált. Nagyon jó. Oké. Akkor menjünk tovább az önvezető autóra. Csak az menjen, nem? És utána jövünk erre, lehet megnézzük ezeket is. Na, pörgessük. One does not simply walk into Silicon Valley. Ennyi. Hát, de ezt már megcsináltuk. Tutorial startupot. Vagy ezt valahogy le kéne zárni? Ki kell szállni belőle, aha. Hát akkor eladjuk. Viszlát. Oké. Jó. Rendben van. Self-driving taxi service. Szóval nagyon ígéretes, de van egy kis gondjuk. Túl sok hibát vét az algoritmus, amikor a traffic lights-ot, tehát a mi annak a hivatalos neve? Rendőrlámpa. Rendőrlámpát akarják felismerni. Néha az autó megy, ahelyett, hogy megállna. Hát igen, az
elég igen, ígéretes. Amúgy csak a közlekedési lámpát nem ismeri fel rendesen, de ígéretes. Reméljük meg tud oldani a gondot. És gyorsnak kell lenni. Na hát. $4000 készülünk beinvestálni ebbe a startupba, vagy 4000 macska eurót. Mit nekem 4000? You don't need to train your nodes while working on a startup, they already have the minimum error margin. Jó, tehát trénálnunk nem kell, mert már jók. Oké. Okay. Na. Jó, azt mondja, hogy... Hát igen, ez a... Azért ezek a... Az az FSD, igen. Abban pont nemrég, hát nemrég relatíve, de nemrég került be a jelzőlámpa felismerés. Mondjuk lehet, hogy még csak ilyen kezdetleges állapotban, de na mindegy. Igen, ez az accuracy az már, ez már úgy közelít a valósághoz. Mondjuk önvezett autóban ez még mindig katasztrófához vezet, de mindegy, kezdetnek nem rossz. Azt mondja, hogy akárhány nódot használhatunk. Hát ez a 20%-kal szerintem nem fogjuk elérni a 90%-ot. Már megyünk a deep learning fele lassan. Hát... Hogy az egész menjen át... kettőn. Nem lesz a lassú? Hát, megpróbáljuk. Nem tudom, hogy a gyorsaságról kapunk-e majd visszajelzést. Mondjuk a háromszöget miért húzom be még egyszer? Tehát ezt húzhatnám már egyből ide, nem? Hát ugye itt 20% error rate-ünk van, itt megint 20%, tehát valamennyit fog javulni. Csak hát nyilván, ha ugyanazt húzom be, akkor nem. De akkor ezt most már átteszem ide. Hát igen, Pat, ez alapvetően ez lenne a lényeg a dolognak. Bináris, ha kéne ide, NSD-ig. Hát igen. Igen, Emcsiv, ezen gondolkodtam én is. Na, nézzük akkor meg ezt.
Hát ez még mindig nem az igazi. Valóban fordítva kéne. Tehát szerintem ezekre kéne. Tehát valahogy így gondolnám én. Lehet, hogy így, mert itt nagyobb accuracy-t kell elérni egy fél évvel. XRT föltette a legjobb kérdést. Teszt nélkül release. Hát ez milyen dolog már? Na nézzük. Nem csivaszt úgy hívják, hogy Cyberpunk. Nem tűnik rossznak amúgy. De még mindig alacsony az accuracy a háromszögre. Tegyünk be még egy perceptront. Viktor írta, hogy ez most már trénelve van, tehát ennyit kaptunk. Hát, megpróbáltunk még egy perceptront berakni, mert már közel vagyunk. Csak itt ugye megint akkor a sebesség fog egy kicsit visszabesni. Na, hogy pakolásszam el, hogy jó legyen. Pörgessük fel egy kicsit. Nem, tényleg a speed a lény, tehát hogy mennyire gyors. Az lesz a kérdés, hogy ez így megfelelő-e. Mert most már jónak tűnik. Hát igen, MCV, én is ezen aggódom, hogy tehát átmegy az iskolás csoporton, majd kiírja, hogy amúgy piros volt a lámpa. Rakjunk a felsőre is még egyet. Ez így már, hát, igen, ez már lehet, hogy lassú lesz, az a bajom nekem. És akkor ezt megkössük, hát ide.
Hát sokat nem javult, igen. Cserébe ez romlott. Ami érdekes. Én kiegyezem ezzel. Hát valamennyivel jobb lett, mert nagyon a csíkon volt. Talán egy picit jobb lett. Vegyük ki. Már csak azért is, mert... így akkor gyorsabb lesz. Még egy nyomunk egy tesztet. És akkor megnézzük, hogy... egy egyel kevesebb percet ronunk van, akkor így akkor gyorsabb lesz valamennyivel. Na, itt most érdekes, hogy... hát igen. Itt megint gyakorlatilag 100%. Itt meg a éppen van vonalon van. Mondjuk én amúgy az én autómba jobban örülnék, ha fordítva lenne. Tehát, hogyha piros, akkor tehát inkább 100%-ra álljon meg, mint hogy a 100%-ra megy a zöldnél, tehát, na, értitek, tehát fordítva nekem egy kicsit jobban passzolna. Na mindegy, meglátjuk, hogy elfogadják-e. Elmentjük, és nyomjuk egy release-t. Na, hype az van. Aha, hát nem tökéletes, maradjunk annyiba. Nem mindenki elégedett vele. Oké. Jó, és akkor az első héten ennyit pénzt hozott. Hát ez nem valami sok amúgy, de Cloudra sok pénzt költöttünk, az biztos. És akkor itt tudunk patchelni. Hát nem tudom. Egyelőre hagyjuk így, és akkor visszatérünk majd. Jó, menjünk tovább a tree-be. Én azt javaslom. Itt van egy levelünk. Ja jó, oké, ez a sima levél volt, amit küldtek. Hát patesz, amúgy így van. De nem csinálunk ilyet, majd javítunk rajta egy kicsit. Oké, és akkor hát menjünk tovább erre. És akkor majd nézzük ezeket is folyamatosan. Na nézzük ezt a párhuzamos számítást. Scientific Center. Oké, párhuzamosítani kell. Ez... easy. Jó, szükségünk van szerverre. Bizonyos nódoknak több szerver kell. Minél több szervert használunk, annál drágább lesz. Na hát. Ó, és akkor van egy load balancerünk. Oké, és tehát ez a
Node az elemeket a kevésbé leterhelt szoketek felé fogja irányítani. Oké, és maga a Node is igényel tehát server power-t, úgymond. Oké, hát ez a load balancer meg tényleg ezt csinálja, hogy tehát ugye a terhelést irányítja tényleg át máshova. Oké, jó. Hát nézzük. Van egy input streamünk. Hát... lehet. Oké, értem. Valószínűleg a következő nehezebb lesz. És akkor ennek van egy ilyen side questje, ez a sales prediction. Na akkor ezt nézzük meg. Stock of trees for the holidays. Tehát vásároltak egy csomó fát. Ah, és meg kell mondanunk, hogy mikor van a legnagyobb vásárlói érdeklődés. Tehát mikor van peaken a fák iránt az érdeklődés. Aha. Hát mondjuk ez nem biztos, hogy kapcsolódik ez a dologhoz. Tehát itt van egy decision trink. Hát ez nem tűnik olyan bonyolultnak. De jelenben azok a library-k. Mindjárt megnézem egy pillanat. Oké, hát ez egy $1000 quest volt, szerintem tök jó. Ancient Artifacts, na nézzük. Tursaract. Remélem ezzel nem valami idegen nyelven káromkodtam. Tehát valamilyen energiaügyi dolog, valamilyen energiát bocsájt ki. Oké, nézzük. Igen, ez már valóban bonyolultabbnak tűnik. Azt mondja, hogy van itt piros, zöld, kék. Meg is nézem akkor ezt a DLL-t tényleg. Ah, oké, csak tényleg így gyakorolgatni lehet. Tehát ilyen, tényleg ilyen sandbox. Nagyon lehet gyakorolni a... Igen, 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 igen. És akkor itt minden itt van, amink nekünk már meg van nyitva. És ezekkel lehet gyakorolni. Oké. És lehet több ilyen is, gondolom. Jó, és el is lehet menteni. Oké. Hát akkor ilyen sandbox. Aha. Igen, Pat, ezt összeállíthatsz magadnak előre dolgokat. Jó, na, jöjjünk ide vissza. Oké, tehát accuracy az 100%-on kell, hogy legyen, decision tree,
Valóban. És itt adott nekünk load balancer, tehát valószínű, az idővel majd úgy kell gazdálkodnunk. Na, próbálgassuk akkor. Azt mondja, hogy... Mondjuk olyan nagyon sokat nem kell beirányítani. Hát mondjuk nem is kevés. Na hát mondjuk ide jöhet föl egy Eni. Meg ide le is egy Eni. Ide teszem a load balancert, akkor az csak így szétirányítja. Na, várjatok. Aha. Ja. Jó. Oké. Tehát kék az kell mindkettőbe. Akkor a kéket szerintem ezzel fogjuk megoldani. Ezzel meg a pirosat és a zöldet. Freenode a gold. Ó. Oh. Ez így bosszantó. Na, hát akkor gondolkodjunk, mert akkor már biztos, hogy 3 nód, mert most 3 van lerakva, és már ja, vagy lehet, hogy ja, jó, oké, ki kell választani, jó. Bocs, már látom. Oké, mert itt átkattintom, akkor igen. Jó, köszi. Na, nézzük Shedit Adri javaslatát, egy balancer, aztán két decision tree, any blue, meg any green. Mint hogy green any. Hát jó, csak lesz annyink, mármint hogy igen, ez a gondom, hogy nem volt elég. Na, ez már tényleg gondolkodósabb.
felső green, red. Mondjuk greenből több van, az biztos. Na, ez már közel volt amúgy. Itt hiányzott. Mert ide jött a green. Igen, akkor innen a... Ide akkor csak redet küldünk. Green red. Hát... Na nézzük. Tökéletes. Patesz. Tökéletes. Igen. Ja, és pont meg lett itt a reddel a 14. Mehet. Nézzük meg ezt a Metal Gear Construction-t, még mielőtt megyünk tovább, ez biztos, hogy nagyon nehéz lesz. Úgyhogy akkor ezt nézzük meg most. Metal Gear Construction Factory. Jó, hát valamilyen építkezéssel kapcsolatos, valami építőipari nyersanyagokat szállítanak be. Oké, nagyon sok rendelésük van, kifutnak a határidőkből. Oké, kéne egy progi, ami elemzi a nyersanyagokat, és visszadobja, ami nem jó. Tehát ami gyenge minőségű. Oké. Tehát 7 nódunk lehet. 28 másodperc. Hú, ezt nem, ilyet még nem láttam, hogy ez mit jelent. Ja, de jó, most már értem. Jó, tehát a piros köré is négyzet jöhet ki, illetve zöld és kék háromszög. Jó, rendben van. Tehát akkor perceptron és decision tree kell. Tehát 60%-ot kér. Ami mondjuk ilyen adatmezőnél azért nem egyszerű. De mondjuk mindegy, 60% az nem sokkal jobb, mint a érmefeldobás, de mindegy. Ha ezt kéri, ezt kéri. Jó. Decision tree azért fog kelleni, mert az majd a színeket fogja szűrni nekünk. Tehát most így naívan csak bedobok egy ilyet, hogy ide dobjuk át a kört meg a négyzetet, és ami piros, az beirányítjuk, minden más megy a kukába. Most ez egy ilyen nagyon naív megközelítés. A három szögekre megnyomunk egy olyan szűrést, hogy minden menjen tovább. Nem, bocsánat, a piros menjen a kukába, minden más menjen tovább. Most ez egy ilyen nagyon gagyi valami, de így elsőre ilyesmit gondolnék, és akkor nyomunk egy trént. Jó.
Oké, itt 20%-ra megvan ugye a Perceptronnak a error rétje. Hát nyomjunk egy tesztet. Az időtényező. Amúgy nem lett volna rossz, mert az accuracy is jó, meg közel voltunk, de ez még nem az igazi. Igen, a sebesség nem az igazi. Hamarabb el kell érnünk, ugye ezt a 35-öt. Tehát pontosítani kell ezt a válogatást. Hát csinálhatjuk ugyanazt, amit az előbb alapvetően, hogy berakunk még perceptronokat. Több input kell az output streamre. Hát vagy pontosabb. Hát nem pontosabb. Na várjunk, milyen volt az izénk az accuracy-nk? 74%, ugye? Akkor még lehet hibázni alapvetően. Hát igen, 7 per 7. Igen, csak rakok be még perceptront, azt tuti. Csak hogy egy... Na nézzük. Ja, copy-paste-eljek. Azzal jobban járok. Ugye? Jól látom. Mondjuk ez a sebességgondot nem fogja megoldani, az biztos. Ó, XRT, igen, mert enni kell. Nem. Na várjál, mert ide milyen be a kör, meg a négyzet. És abból kell piros, az enni meg minden más menjen a kukába, jól mondom? Igen, igen, igen. Ja, valóban ez valóban rossz volt. Mindig csak piros kell. Itt meg a piros megy a kukába, minden más ide. Igen, igen, igen. A három outputot behúzom egy decision tree-be. Melyik hármat? Három outputot. Tehát ezeket még... Tehát legyen még egy decision tree.
Na jó, és akkor itt mire szűrjek? Tehát a körökre, vagy a háromszög? Kör, négyzet, vagy a háromszög? Vagy tudok mindre? Mindre tudok. Csak... Hát a színek így rendben vannak, az biztos. Szerintem itt az a kérdés, hogy az gyorsítaná-e, hogyha lenne még egy decision tree-m. Fú, ezt most nem látom. Na, próbáljuk meg így. Tréning nem kell, futtassunk egy tesztet. De az idő szerintem még mindig nem lesz az igazi. Igen, és még kevesebb, a pontosság az jó, de még kevesebb lett. Ezeket ide. Ezt most hirtelen nem látom. Na, a harmadik. Hát tényleg nem látom, hogy miért kéne... Tehát az innen érkező redet vigye a kukába. Mert ugye háromszögből nem kell a red. Az innen érkező... Ez most belezavarodok már lassan. Körnézetet kéne vizsgálni. Hát igen, mondjuk abból van sok. Ez kétségtelen. Tehát akkor azokat irányítom be ide. Tehát akkor legyen egy decision tree erre, meg egy erre. És akkor ami piros, az jöjjön ide, minden más pedig a kukába. Így gondolnád? Hát nézzük. Túl hosszú a dolog. Az accuracy mindig jó, szerintem kevesebb perceptron kell. Nem kell ennyi perceptron, mert nem kell akkora pontosság. Szóval lehet, hogy ott lehetne valamit spórolni. Mondjuk ennek nem tudom, hogy van-e értelme.
Több az input, hamarabb feltölti. Hát igen, ez igaz, csak valahol tényleg időt veszítünk. Mondjuk valószínűleg nem a perceptronnál, de... Na, most mi történik? Ennek nem tudom, hogy van-e értelme, szerintem nincs egyébként. Úgyhogy lehet, hogy a háromszöget csak áthúzom ide. Nézzük már meg ezt. Jó, az accuracy az közelebb volt a 60-hoz, de az occupancy még mindig nem volt az igazi. Itt az input streambe lévő adatok számossága is azért fontos. Tehát ugye amire jobban kell figyelnünk, az ugye a piros, mert abból van a legkevesebb. Tehát az, hogyha mondjuk hibázunk a kéknél, az nem olyan nagy baj, mert... Tehát abból sok van. Mondjuk ez mind... Hát igen. Mert ezzel hamarabb betelik. Előbb a színt, aztán a formát. Tehát először dobjuk ki azokat a... Na jó, de akkor ki fogjuk, tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy dobjuk ki a pirosat, akkor ezeket is ezeket ki fogja dobálni. Tehát melyiket... Jó, hogy nem dobott ki, hanem azt irányított tovább a... Na, az is érdekes. Akkor nézzük úgy. Hogy ami piros... Jó, XRT tényleg, ezt elfelejtettem. Kidobtam a jó feltanított perceptronomat. Na tehát a piros, akkor az... Az csak tovább, hát mondjuk tovább irányítjuk a kört, meg a téglalapot, vagy a négyzetet. A háromszögre nem lesz szükségünk, mert az piros háromszög az senkit nem érdekel. Ha bármi más színű, akkor meg csak a háromszög kell nekünk. A többi mehet a kukába. Jönk egy trént. És akkor megnézzük. Itt nagy a torlódás, azt kell, hogy mondjam.
mondasz valamit, Patesz? Tehát itt nagy volt a torlódás, mert ugye ez gyorsabb, mint a perceptron. És akkor ide tegyek még egy szűrőt? De hát... Na, nézzük ezt meg. Próbáljuk ki. Na, ide most jó lenne egy load balancer például. Hát még ez még nincs kész. Jó, akkor ezt ketté vesszük. És akkor itt mi lehet, ha nem piros? Vagy csak menjen a kék, azt a zölddel ne is foglalkozzunk. Kékből sok van. Ez már közelebb volt valamelyest, és itt megint volt torlódás. Így nem lesz zöld háromszög. Hát igen, így nem lesz. Így csak kék háromszög lesz, de abból van több. Tehát ide rakjunk még egy perceptront. És akkor nem a kukába irányítjuk, hanem akkor zöld háromszögeket behúzzuk ide. Jó, bronzra meglett. Bronzra meglett. Elfogadjuk ezt? Még az accuracy-nk az szerintem túlzás. Nem, XRT nem fogadja. Mert ez az ág, ez itt jónak tűnik. Nem tudom, hogy kukába mennyi megy, ami amúgy kéne. Mert még egy nódot tudnánk valahogy szerezni. Mármint, hogy egy nódot még be tudnánk építeni. Itt van megint torlódás.
Szerintem itt ez a torlódás a kéne. A kék nagyon sok. Ugye kékből van a legtöbb. Tehát valahogy a kéket kéne jobban átereszteni. Amúgy annyira nincs messze. Nagyon messze van. Valahol a hát igen, így most megvolt ugye a... Tehát ez a perc, tehát nagyon sok kék van. Tehát a kékekkel kéne valamit kezdeni. Tehát, és mert itt van torlódás, ugye, az adatban. Hát igen, én húztam most itt át. Ezzel lett ugye meg a darab, mert csak okádja befele, viszont ugye a hatékonyság az leesett. Tehát látod, simán megvan goldra a darab, csak a hatékonyság nincs meg. Ugye a pontosságnak. Tehát így leesik 51%-ra. És a load balancerünk meg nincsen. Pedig az jól jönne most. Na, szóval én azt mondom, hogy vagy próbáljunk meg a pontosságon javítani. Engedjem tovább a zöldeket. Tehát a zöldeket így a perceptron nélkül. Hát... Igen, a torlódás attól így szerintem meg fog maradni. Hát... Amúgy ez sem volt olyan rossz gondolat. Igen, itt még kell egy kis... Tehát az accuracy-n kéne javítani. Az a helyzet. Mert... Zöldekből nincs sok, tehát itt a flow az szerintem rendben volt a zöldeknél, de nézzük meg. Mert zöldből nincs sok, tehát az itt is rendben van alapvetően, itt ezen kéne egy kicsit javítani. A kékeknél. De az csak, ugye amit már kiválogattuk, hogy csak kékek vannak, akkor ugye az alakont már perceptronnal lehet csak, tehát más itt nincsen. Tehát azt tudom, hogy ezt behúzom direktbe, és akkor itt javítunk még valamit. Tehát, hogy itt legyen egy picit jobb a pontosság. Tehát még ide behúzok egy perceptront, mondjuk. De melyikhez? Zöldhöz mondjuk. Nem tudom. Ha nem, az ennivel megyünk tovább, és felül duplán ellenőrzünk. Hát igen, itt az eni, de itt ugye van, tehát ugye ez egy
beágyazott if tulajdonképpen. Tehát muszáj leszűrnöm, tehát itt ugye az alapvetően az történik, hogy ugye jön a sok, tehát jön az input stream, először itt kiszúrom a redeket, itt a greeneket, és itt a blue marad, ugye a végére. És azt szerintem, hogy ezt átadom egy, a redet egy perceptronnak, meg a greent is, az úgy oké, én nekem mondom, de lehet, hogy már beakadt nálam valami, hogy én ezzel a blue ággal csinálnék valamit. Hogyha a green any helyet felül, meg red blue. Hú, Patesz, az most nem tudom követni. Tehát, hogy green any helyet felül. Tehát mondjuk először szűrjek itt a greenre, itt meg a redre. Úgy érted? Tehát a red jó, ezt meg átrakom greenre. Jó, de így akkor az összes blue-t elveszítjük. Tehát akkor erre csak green jön, erre meg csak red. Tehát legyen még egy decision tree. Ja, a kék random lesz. Na várjatok, ugye akkor itt felülre legyen egy red blue. Ugye több nódú már nem lehet. Tényleg elvesztem most már a fonalat. Jó, tehát akkor a blue megy középre fixen. A greennel, hát akkor nem is tudom, esetleg még a... Ezt behúzzuk a redbe. Hát akkor ide inkább. És akkor a redek megjöhetnek ide. Kéne egy Millerte a hát, lassan már igen. Na várjátok, próbálom követni. Oké, a red felülre. Oké, blue középre. Oké,
akkor random lesz. Nem? Tehát a blue az jön erre is, meg erre is elvileg. Legalábbis, ha jól emlékszem. Red háromszög kuka. Igen. Igen. Red háromszög kuka. Lennem lesz red. Az igaz. Itt csak green lesz, meg blue. Hát akkor green. És akkor a green háromszög meg nem kuka. Na várjatok, mert akkor... De hogyha az összes blue-t egy perceptromba irányítom, akkor megint nem lesz jó, mert akkor megint torlódás lesz. Nem, ez a blue jöjjön ide. Tehát egy blue megy egy perceptromba, másik blue egy másik perceptromba. Hát a green is jöhet ebbe. Hát mondjuk ezt majd meglátjuk, hogy hol lesz torlódás. És akkor green blue háromszög jön be. Ezek meg kuka. Overengineered MGV, így van, így van. Most akkor mit csinál a green per blue? Na, mondjuk ez jó kérdés. Hát őszintén... Én ezzel is kiegyezek. Na nézzük, próbáljuk ki. Az accuracy az parádés, azt kell, hogy mondjam. Ami torlódást most nem is figyeltem, az nem is volt. Tehát akkor még green-t azt tudunk behúzni. Ja. Akkor a green-t még behúzzuk mondjuk ide. Lenti blue középre. Hát, na jó, de hogyha a fönti blue, meg a lenti blue is középre megy, akkor túl sok blue fog szerintem ide jönni. Azért van ez a perceptron, hogy ez így kicsit úgy balanszol. Nézzük. Még mindig nem az igazi. Na, megpróbálom itt MCV-re. Na, azt mondja, hogy red per any. És akkor a red bemegy a perceptromba. Hát most itt kicsit lebontogatom. Ugye itt a rednek ez kell, a többi kuka. Az any-ből megyünk a... Már csak a háromszögek érdekesek.
Hát igen, ez mondjuk kétségtelen. Csak itt szerintem tolódás fog kialakulni. De megnézzük. Igen, ez a probléma. Amúgy jó lenne, csak... Tehát ezért hoztunk egy kis balanszt ide, meg még további decision tree-ket, hogy ezt a tolódást megszüntessünk, mert ilyesmi volt az előbb is. Igen, Patessa, a programozás öröm is, főleg ha sikerül. Az olyan, ez a programozás az kicsit olyan, mint egy Souls-like game. Hogy mész, csinálod, meghalsz, néha egy kicsit szó szerint is, próbálod a boss-t legyőzni, nekifutsz 30-szor, 40-szer, 50-szer, aztán amikor sikerül, akkor eufória. Ez olyan, mint amikor tényleg átmegy a minden unit tesztem, meg mindenen, amin kell. Ez ilyen. Így van, speak, és mész a következő bosshoz. Pontosan, pontosan. És ezt csinálod, hát mondanám, hogy 40 évig, de hát sokáig. Hát igen, MC-ve, hogy a enit szétbontjuk kékre, zöldre, és ugye ezeket a ezt, tehát nagyjából hasonló volt az imént is. Mondom, hogyha lenne itt egy load balancerünk, de azt sajnos most nem használtunk, akkor, akkor gyakorlatilag már kész lenne, csak az hiányzik most. Ugye így. Valahogy ilyesmi volt az imént. Hát mondjuk ez mint most kimaradt. Éppenséggel. Na nézzük ezt. Hát igen, nem, mert még mindig van tolódás. Én igen, ezért nem enni volt, hanem red és green. Vagy red és green. És ugye a kék ilyenkor random megy. És ezért kell ide még egy decision tree, ugye, ami kiválasztja a redet meg a blue-t. És ugye a red megy ugye ebbe a perceptronba, itt ez nem lesz gond, az tuti, a blue meg ide. Csak még mindig nem az igazi. Ugye így volt. Ja. Hát... Itt megint tolódás van. De itt most miért van tolódás? Több nódunk nem lehet, azt tuti. Semmi gond, MC-v. XRT, ha a lenti blue-ra is kötünk egy decision tree-t. És azt két perceptronba irányítjuk. Az a baj, már limiten vagyunk. A green helyett a blue-t viszem fel. Hát, de az is sok. Tehát több... Hát... Nézzük.
Én nekem az accuracy gyanú, nem kell ilyen accuracy. Tehát szerintem túl pontosak vagyunk. Bármennyire hülyén hangzik ez. És miért nem zöldet tényleg így behúznám ide? Úgyis kevés van. Nem kell olyan pontosnak lenni. Na. Jó van, csak sikerült ez. Fú. Na, ennek örülök. Hát igen, Nevermind most lemaradt erről, pedig a keksz az pörögne most. Oké, hát akkor ez egy kövér release. 1000 euróért. Na. Hát hidratálok is. Na. Viszont lehet, hogy itt most megállunk, mert agyban most már kezdek azért elfáradni. Hát azért van még itt. Hát 32%-nál járunk. Az, hát még van. Úgyhogy, hát igen, XRT, viszont hát ma már nem nézzük meg, mert holnap van dolgom, úgyhogy már a szerintem megállunk, már így a streammel, és elnapoljuk ezt a Tomb Raider-t szerintem holnapra, mert picit lealakítom itt a live zenét, mert hogy holnap viszonylag fix a dolog olyan értelemben, hogy a Life is Strange az szerintem rövidebb, mint 3 óra, legalábbis ez az epizód 2. És akkor szerintem utána meg tudjuk nézni, egyébként nem olyan hosszú a Tomb Raidernek ez a DLC-je, szerintem max. 1 óra, de lehet, hogy fél óra alatt is meg lenne. Viszont ma már tényleg megállunk, úgyhogy holnap folytatjuk, mégpedig akkor a Life is Strange Before the Storm 2. epizódjával, és hogyha azt értelmezhető idő alatt megcsinálják, tehát nincs valami nagyon nagy elakadás, hát abban a játékban milyen nagy elakadás lehetne, akkor utána megnézzük a Tomb Raider-t. Jó. Hát tudom, hogy szomorú. Én nem terveztem, hogy ennyit fogok játszani ezzel a játékkal, de hát így alakult. Nagyon jó. Szerintem nekem tetszik. Nagyon jó ez az egész megjelenítése a dolognak, meg tényleg, hogy hogyan is működik. Bárcsak informatika órákon ez menne, nem az a büdös Excel, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam. De hát ez van. Na, úgyhogy akkor én megköszönöm már a figyelmet, köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Holnap nagyjából ugyanígy 7:30-kor, akkor folytatjuk a Life is Strange-et, illetve megnézzük azt a egy DLC-t a Shadow of the Tomb Raider-ből. Addig is én kívánok nektek további szép napot, további szép estét, és további kellemes hetet. Holnap találkozunk. Sziasztok!